10-es számú bejelentés, Békés megyei Jókai Színház, Békés megyei Napsugár Bábszínház átadása Békés megye jogú, Békés Csaba megyei jogú városi önkormányzatának. Tájékoztatom képviselőtársamat, pénzügyi-gazdasági és stratégiai fejlesztési bizottság többségi szavazattal elfogadása javasolja az előterjesztést. Még az előbb a teremben láttam Fekete Péter igazgatórat, bár szerettem volna köszönteni, bár most nem látom. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés észrevétel van-e? Igen. Varga Zoltán képviselő úr kér szót, megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, akik hát régóta testületben vannak, azok tudják, hogy mindig volt egy apró kis vita a város és a megye között, mert ugye mi, a megye az a megyéjé tekintette a színházat, a város meg hát ugye ő is szerette volna a sajátjának is. Én azt gondolom, hogy az országban volt ilyen is, olyan is. Sokat féltették a Békés megyei Jókai Színházat, hogy a megye nem lesz jó gazdája, de szerintem, ha valaki végig tekinti a rendszerváltás utáni időszakot, szerintem ez a színház fokozatosan fejlődött. Tehát én szeretném arra kérni az elnök urat, hogy ezt valamilyen formában majd a társulat, az élet volna jó, az igazgató úr, tudom, akkor megyei közgyűlés jelenlévő tagjai ezt el tudták volna mondani, de teremtsen valamilyen alkalmat arra, hogy köszönje meg nekik a elmúlt hát 20 évnek a tevékenységét, mert szerintem tiszteletet érdemelnek, és hát innen meg üzenjük a megyejogú városnak, hogy legyen jó gazdája. Szerintem a színházban mindig is voltak félelmek ezzel kapcsolatban, de hát ezt majd az élet el fogja dönteni, hogy a város, bízunk benne, hogy jó gazdája lesz, és hát majd meglátjuk, hogy a megyei önkormányzatnak milyen lehetősége lesz valamilyen módon támogatni. Szerintem a megyei önkormányzat jó gazdája volt, olyan fejlesztéseket valósított meg az elmúlt időszakban, mint az Ibsenház, amivel a város gazdagodott, tehát mi abszolút büszkék lehetünk arra, hogy jól és normális állapotba adjuk át ezt a színházat a városnak. Hát nekik legyen az a feladatuk, hogy tartsák meg, és nyilvánvalóan, ha tudják, még tovább fejlesszék. Tehát nem nagy örömmel, de még mindig jobb helyen van, mint az államnál, mint a kormányhivatalnál, csak azért támogatom ezt az előterjesztést, mert a megyejogú városhoz kerül ez a színház. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gajdos Attila képviselő úr kért szót. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm szépen. A Békés megyei önkormányzat jó gazdája volt az intézmény rendszerének, így a Jókai Színháznak is. A Fekete Péter úr tevékenységének köszönhetően folyamatosan növekedett a színvonal. Nekem is lehetőségem volt látni több darabot, és annak különös örülök, hogy a Szarvasi Vízi Színházat ők üzemeltették, a Békés megyei közgyűlés és a Jókai Színház a tavalyi és hát idei szezonban. Úgyhogy ahogy a intézmény átadással se értek egyet, ezzel se, és nem is fogom megszavazni, és szkeptikus vagyok Békés Csabával kapcsolatban, hogy jó gazdája lesz-e. Jobb elindni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy a társulat évadnyitó ülésén megjelentem, megköszöntem akkor a társulatnak, a színház vezetésének, Bábszínház vezetésének azt a munkát, amit együtt töltöttünk, és nyilván akkor már tájékoztattam arról őket, amely folyamat akkor már elindult a megyei önkormányzatok intézményfenntartó szerepével kapcsolatosan. A maga egyébként a megállapodás is tartalmazza, az átadó kijelenti, hogy a színházat és a Bábszínházat stabil pénzügyi helyzetben a feladatok és a szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátással adja át. Azt gondolom, hogy e mögött a mondat mögött tartalmilag nagyon sok van. És valóban az egyik legfontosabb kérdés ebben az átadásban az, hogy a színház működése az hasonlóan tudja működni, mint ahogy eddig, és reménykedjünk és bizakodjunk, valahogy tegyünk is érte közösen, hogy a színház az továbbra is Békés megyei Jókai Színház legyen, hiszen a Békés megyei önkormányzatnak az egyik legfontosabb feladata a színházzal kapcsolatosan, hogy a színháznak legyen egy olyan küldetés, amely nem csak Békés Csabán, hanem Békés megye településein, azok művelési házaiban is megfelelő kultúrát közvetítsen
az ott élő emberek számára, hiszen nem mindenki teheti meg azt, hogy beutazzon Békéscsabára az eladásokra, és ezt a küldetését is tudta teljesíteni a színház és a Bábszínház egyaránt. Természetesen bízunk is benne, hogy ez realizálódni fog. Szeretném tájékoztatni tisztelt képviselőtársaimat, hogy az előterjesztés még ezentúl tartalmaz egy záradékot, amit szintén szeretnék ismertetni. Minden ki olvashatja egyébként. Jelen megállapodása, mint a jóváhagyó képviselőtesteti határozat a Békés megyei kormányhivatal kormány megbizottjának, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a fővárosi önkormányzat egyes egészségügyi intézménynek átvételről szóló 2011 évi 64. törvény 11. szakasz egybekezdésben fogadt jogkörében eljáró megbízott jóváhagyásával válik joghatályossá. Én abban bízok, hogy ezt a megállapodást a kormány megbízott jóvá fogja hagyni. Köszönöm azoknak, akik valóban velünk azonos mértékben foglaltak állást a színházzal kapcsolatosan, és bízunk benne, hogy a színház a jövőben is tovább fog működni, és hatékony lesz. További jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Az előterjesztés 3 pontos írásos határozati javaslatot tartalmaz. Kérem, hogy a határozati javaslat elfogadásra minősített többség szabályai szerint szavazzunk. Képviselőtestület 13, igen, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.